A sporthíradó autós partnere a hivatalos Hyundai 60 márka kereskedés és szerviz, mert a hírekkel tartani kell a lépést. Sportosat. Híradónk vendége Csötönyi Sándor, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke. Szervusz, üdvözöllek! Az Európaiba is még betöltesz, ugye még egy-két posztot a Európai Szövetségben is? Hát most pláne. Ugye? Ugye az Európai Unió, tehát az EUBC-nek hívják most. Uh-huh. Tehát ott egy elnök van, és egy büró, és én a büró tagja vagyok, az három fős, és mellette az egyik bizottságnak vagyok az elnöke, a Technikai és Szabálybizottságnak, magyarul a bíróküldés, a technikai ellenőröknek a vizsgáztatása és a küldése az tartozik hozzám. Azt hiszem, hogy nem rossz pozíció, meg a világszövetségben vagyok. De már jó régóta már ott vagy már azért. Hát már 98 óta. Jól tartod magad? Hát pedig választás nehéz. Van. Mondom, azért nehéz ott. Érdekes dolog. Európában most volt ugye megint tisztújítás, és Európában ugye végrehajtó bizottsági tagokat, meg egyéb funkcionálisokat, bizottságvezetőket megválasztottak, de erre a bizottságra ugye több jelölt is lett volna, és nem állt ki velem senki, és egyhangulag megválasztottak is. A legfontosabb, csak engem tapsoltak meg az összes bizottsági elnök közül, és ez olyan jó érzés volt. De ezek olyan fényezések, és így nem szeretek erről beszélni, de jó lesz jó érzés, hogy ilyen bizalom van irántam. Akkor fényezzük az ökölvívókat, a versenyzőket? Igen, inkább őrőlük beszélünk, igen. Belgrádban ugye három magyar is döntőbe jutott, és igen, a háromból kettő első lett. Így van. Bár a híradások először a Varga Mikit festesnek hozták ki, de szerencsére 10-10-re megverte a kazak versenyzőt, és hát ugye a harcsának az ellenfele az megsérült, és leléptették, és ő is aranyérmes lett, és a kis, a legnagyobb öröm, a kis Szőrös, aki 18 éves, ki fiatal gyerek. Ki ez a fiatal srác? Hát ez egy Salgó Tárnyi, a Botos Tibinek a tanítványa, és nagyon-nagyon örültem. Ez egy ugyanolyan tehetség szinte, mint a Harcsa volt ennyi idős korában, csak ezért hát mondjuk a Harcsának a dinamikája és a súlycsoportja egészen más. Ez a fiatal srác esetleg már a felnőtt Európa-bajnokságon is ott lesz június elején? Vagy még, ahogy te szoktad mondani, még tollosodnia kell? Hát tollosodnia mindenféleképp kell, de én azt hiszem, hogy mivel a Nagy Krisztián most érettségizik, és nem tud a központi felkészülésben részt venni, szerintem a Laci benne gondolkodik, mert más nincs olyan. Még lehetne a Kaluca, mert ő elég nehezen hozza az 52 kilót, és ott még ugye lehetne variálni, hogy a tapasztalattal rendelkező Ungvári 52 és a Lakatos 48-ba. De nekem olyan érzésem van, hogy a Laci lát benne fantáziát, és az eddigi eredmények, a bocskai, illetve ezek a versek, azt bizonyították, hogy hát nagyon jó szerepet. Harcsa győzött. Ez papírforma volt? Tőle most már ezt várjuk majd el, hogy a úgymond a kisebb nemzetközi versenyeken mindig ott kellene az első kettőben? Az elmúlt évben már olyan szegmenseket mutatott magából, hogy ő olyan tehetség, ami most így mondom egy kicsit nodzással, de az erdei Kovács Pista volt a saját korában. Nehezebb súlycsoportban van, és dinamikus lett. Öcsi nagyon jól ápolja neki a fejlődését, vigyáz rá és fegyelmezi. De külön is van emelve, hát, kiemelték. Vagy igen, a öcsi bácsi emelte ki, nem tudom. Az öcsinek van egy stílusa, bevattázza néha a gyerekeket, én jaj, ezért haragszok, de addig még eredményt hoznak. Addig senki nem kérdőjelezheti meg, még én sem, pedig hát elvileg megtehetném. De mivel én is edző voltam, én sem szerettem, ha belepofáztak a munkámba. Egyeztet egyébként veled, Öcsi bácsi? Hogy most azt mondja, hogy most nem engedem el a válogatottba. Ő senkivel nem egyeztet. Nem engedél a válogatottba, az most pénzbe kerül. Tehát ezt nem csinálsa, meg megcsinálta most az olimpia óta, azért tulajdonképpen ez volt az első versenye, amikor a válogatottnak a rendelkezésre állt, indult a boxingvannon, a bocskain, ugye a klubszínekbe, válogatottban nem, tehát azért ha kiszámoljuk, hogy augusztustól tulajdonképpen szabadságon volt a válogatott szempontjából, ezt nem jó jelnek tartottam,
de olyan körülmények is voltak, ami biztos, hogy nem hazugság, sérült volt a keze, beteg volt, harcfülegyulladása volt, tehát meg kell érteni, hogy... Kubát is. Kubát is kihagyta. Kihagyta, tavaly az érettségi volt a probléma, az idén a harcfülegyulladás. Nem, mint ő külön van kezelve. Nincs külön kezelve. Ezt nem tessük meg nem. A többi sportolóval, akkor a sztár még ő nincs, hogy ott külön kezeljük. Az egy más dolog, hogy hogy is szokják mondani, vannak olyan kiskapuk, amiket még most kihasznál, nem túl sokáig. De hát ha eredmény is, akkor... Ez a lényeg, ez a lényeg. Az eredményt nem kell megmagyarázni, az eredménytelenségük nem lehet. És én addig örülök, hogy szakmailag az öcsi mögött áll, és jól kezeli, tehát rajta tartsa most a fedőt. Hallottam, most három speciális szakember is foglalkozik a harcsával. Hát nem, az öcsinek van annyi esze, hogy tudja, hogy mibe kell erősíteni a kis harcsát, elsősorban a fizikumba és gazdaságos mozgásba, és hát bizony nem technikailag már elég magas szinten van, de azért hát minden fiatal ember, aki 20 éves, az még fejlődhet, és ehhez megtalált olyan szakembereket, az én tudomásom szerint nagyszerű kondicionáló szakembert és ilyen különböző specialistákat, akik segítik, mit tudom, hetente egyszer-kétszer a munkát, és ez látszik a mozgásán, magabiztosabb. Azt kell mondanom, hogy az ütései is pontosabbak, de ezek mind szakmai kérdések, igen, és ez nyilvánvaló, az öcsi ért annyira hozzá, ez nem volt véletlenül, majdnem 20 évig szövetségi kapitány, tehát ezt senki nem vitathatja el, se őtőle, a gyerektől meg azokat a szép meccseket, amiket megnyert az idén a Bocskain is, meg most is nagyszerű teljesítményt nyújtott. Akkor egy ére már lesz az EB-n. Szóval nem rakok egy, biztos emlékszel rá, hogy én soha nem nyilatkozok így, én azt mondom, hogy 2 érmet várok az EB csapattól. Nyilvánvaló megvannak azok a nevek, akiknek a tapasztalata, a képességei arra predesztinálják őket, mint annak idején a KT-t, vagy az Alvicséket, vagy a Füzesit, vagy a Bacskait. Most van azért egy Bacskaink, egy Varga Mikink, egy Harcsánk, fiatalok is vannak, egy jó pár fiatal is, soha nem tudja az ember, hogy azok meddig tudnak fejlődni. Most egy 5-7-es, jövő héten kezdődik a felkészülés, 5-7-es felkészülési lentatán. 5-7-es felkészülési időpont, vagy időt szánunk az EB-re, én abba bízok, hogy helyt fognak állni ezek a gyerekek, és azokat, akiket legyőzhetnek, tehát a képességeik alapján, vagy azonos képességgel találkoznak, nem jobban, nem erősebben, nem tapasztaltabban, és a bíráskodás most ez az új pontozási rendszernek lesz a vizsgája, meglátjuk, hogy ez most hasznos nekünk, vagy nem. Most ez még a régi pontozási rendszer miatt mentek itt a Bocskai is, meg még ez az ágrábi verseny is. Bocskai Balázssal mi történt? Bíró? Nem láttam, beszéltem három emberre, mind a hárma másképp mesélték el a történetet. Találkozott egy kemény, csapdosós ausztrál fiúval, egy ilyen fanyűvővel. Ő neki mindig problémája van, mert valamiért átalakította a bunyóját. Oda megy erősködni. Na most ez egy kemény ütő gyerek volt, átütötte néha a blokkját, de azt mondják, hogy az első menetben ugye egy ponttal vezetett. A másikat odották 2-vel, hogy hívjáknak, tehát egál volt. A harmadikat pedig odották 5 ponttal annak a srácnak, aki álló helyzetbe a blokkádot ütötte. Viszont a Benji nyilvánvalóan kevesebbet ütött, de most amit láttunk az erdei mérkőzésen is, hogy a srác is a blokkádra ütött, de azt is értékelték a bíróti, mert nem lepődök meg ezen sajnos. Felfogásbeli tudni kéne a Benjinek, hogy az a box, amit ő most magára erőtett, ez a bunker bunyóból visszaütés, ez pláne most, ha leveszik a fejvédőt, ez súlyos sérüléseket is okozhat, mert ugye szakít majd a kesztyű meg egyéb, hogyha álló helyzetben őt lábon, vagy úgy nyert junior világbajnokságot, hogy akkor találkoztak vele az ellenfelek, mikor kezet fogtak, meg a végén, mikor kezet fogtak. Most elkezdni erősködni, tehát nem azt a stílust csinálja, amit én elvárok tőle, de egy olyan képesség, olyan nagyszerű kis ember, hogy biztos vagyok benne, hogy elbeszélget vele az édesapja, a Kovács Laci szövetségi kapján, én is hozzáteszem a véleményemet, azért ő az EB-re mindig föl szokta szívni magát, és ő a védő. Tehát ő 2010-ben Európa-bajnok volt, és hát én bízom benne, hogy azért ebben az évben is 2 nagy versenyt megnyert, és megverte az orosz bajnokot. Azért kérdeztem, hogy mi történt a Bacskaival, hogy most egy olyan hullámbe került. Hát most másfél év óta ez volt az első veresége, tehát ez nem tudjuk mit mondani.
és csak ilyen külső körülményekre, nem tudom, hogy nem-e volt sérült a keze, valami problémája nem volt, mindig akkor szokott veszíteni, mikor már sem foglalkozik, magánéletbeli probléma, bármi lehet, ami egy srácot, egy ilyen szintű ökölvívót visszavethet. Most még minden a régi szisztéma szerint ment, a pontozás is, fejvédő is, hogy ugye minden változik, tehát más pontozás, nem lesz fejvédő, éppen ezért szakmailag mit lehet ebből a belgrádi versenyből igazából úgy... Hát, hogy most hogy tartunk, tehát le tudtuk mérni... Ezt tisztán lehet látni? Le tudtuk mérni a Bocske emlékversenyen, a belgrádi tornán, az Ucsidadebe tornán, ott is nyertünk 2 aranyérmet, tehát azért csak ez nem, nincs akkora publikáció, mint más látványsportágoknak, akik jogtól eltérveznek velünk szembe a médiába. Egyértelműen azt tudom mondani, hogy reménykeltőek azok az eredmények, de egészen más kávéház lesz az Európa-bajnokság. Egész másképp kell védekezni, egész másképp kell ütni, kéz is hamar sérület jobban, mert ugye a fejvédőben nem annyira hamar sérül a kéz, de rosszul találva, akit homokon csapan, akit ugye törhetnek az új, a kézfej, stb. Tehát egész át kell állni újra arra, amire annak idején az én időmben is nehéz volt átállni a fejvédőre, mert a térlátás kevesebb lett. Viszont emiatt a védekezés hiányosságokat mutatott. Most azért jobban kell majd védekezni, jobban kell lábon mozogni, taktikusabban kell boxolni. Én azt hiszem, hogy most a lányoknak is majd át kell állni, ugye idén lesz Keszthelyen a június 30 és július 7 között junioroknak, ifiknek és a felnőtteknek, 3 korcsoportnak Európa Uniós bajnokság, ugye az Európa Bajnokság, világbajnokság előtt, és már azokkal is csináltatják a szakemberek, gyakoroltassák a újfajta védekezést. Most nyilvánvaló 5 hét alatt valami azért beidegződhet, amit most a Laciék megterveztek munkát, az Öcsi, a Bacska Imre, a Máté Attila, a Turu Pista és a többiek. Most akkor az EB-ig már nem lesz verseny, vagy elmennek? Most mennek a juniorok. De felnőttek, maga a felnőttek. Felnőttek már nem. Hát bármilyen sérülés egy hónapon belül én van. Én értem, csak akkor ugye, de az EB az már más lesz. Más kávéház lesz. Más kávéház lesz, így van. És akkor hogy fognak erre tudni felkészülni? Hát itt az edzéseken partnerok jönnek, szlovákok jönnek, külföldiekkel találkozunk, tehát lemérjük, hogy ezt az újfajta, így mondom, munkát hogy bírják, gazdaságosabban kell mozogniuk, tapasztalatot kell szerezni ugye a fejvédő nélküli dolgokba, megnézzük, hogy kinek esetleg olyan száraz a bőre, vagy a súlyfogyasztás miatt kiszárad a bőre, hamarabb szakad. Szóval be kell, ez egy szakma, a szakemberek ezt, és hát azért mondom, ilyen szempontból ott van egy csomó tapasztalat. Jó, csak hát az arra, hogy rögtön egy EB-n. Valamikor el kell kezdeni, és aki akarta, az most már úciba is levette a fejvédőt, senki volt nem mert kockázni. Hát állított senki. Senki. Senki nem kockáztatott. Tehát az eredménykényszer az arra kényszerít mindenkit, hogy ameddig tudja, védi magát és a sérülésektől. Én állítom viszont, ha meg tudnak jobban védekezni a srácok, még annyi sérülése lesz, mert ugye meg a fejvédőben, meg az orr, meg az áll hamarabb igen, sérült, mert ugye volt a felület. Tehát nyilvánvaló, hogy hát megvannak a jó oldalaiak a dolognak, elsősorban az, hogy nem csak piros-kék boxolót látunk, hanem egyéniségeket, arcokat, mimikát és egyebeket, meg tisztában lehet látni az ütéseket is. Nyilvánvaló, nem lesz egyszerű dolog ez az átállás. De változik akkor ez a az ökölvívás. Így van, így van. De ennyire... És lesz világbajnokság is októberben, igen. Almatában. De ennyire változik, hogy most már Vlagyimir Kličko kijelentett, hogy most már a riói olimpiára készül? Hát ez egy akkorát röhögtem. Most... Ezt nem tudom, ez egy akkora hírlapi kacsa, vagy én nem tudom, ki találta ki. Hát nem is indulhat. Ő csak az indulhat profi, aki a amatőr szövetség által létrehozott a fél profi, a VSB, illetve az APB-be, ami még el se indult. Igen, igen. Majd ott fog majd a KT és ott az első, az KT Gyuszi, az most bevállalta, igen. Hogy is ott nem az amatőrbe, hanem itt az APB-be akar indulni, és ha az első 10-ben ranglistára kerül, akkor körbeutaztatják a világba, keres szépen pénzt, viszont csak egyszer indult az olimpián. Na mondjuk a Kličko már olimpia bajnok volt, csak ezt magunk között. Igen. Tehát már eleve nem indult, az kizárja. Másik, nem az AIBA profi szervezetéhez tartozik, tehát hogy indulhatna?
Hát elindult a maratonon, vagy igen, valahol elindult ilyen hobbi sportolóként, de az ökölvásban biztos vagyok, hogy nem. Nevetségesnek tartottam, mert ezt minden hangis fölkaptam mindenki a vizet, mert ezen az alapon az Erdei Zsolt, ugye? 39 éves korában. Mit tudom én, a Holyfield is elindult, nem, mert már volt. De ennyire volt. Nagy változás nem nincs, lesz akkor. Azért ennyire nem. Helyes. Még egyszer mondom, és ez szükíti az amatőröknek a játéklerét, mert ugye majdnem 60 ember a profik közül, tehát az a APB-ben résztvevő ranglisten első 5-be levő sportoló automatikusan, aki a ranglistára rákerül, indulhat az olimpia. Ez olyan, mint amikor az amatőröknél a világ Európa bajnokságuk, illetve a kvalifikációs verseny az első 2-be kell kerülni. Amikor 38-an indulnak egy pulcsoportba, hát nem lesz egy egyszerű, most majd lesznek 40-en. A korhatár egyébként hogy változik? Nem változott a korhatár. Nem, nem változott, nem. Az már évek óta, azt hiszem 42 év, ha jól emlékszem, a plafon. A lányoknál meg 36. Szellő Imre. Mit szólsz hozzá? Azt mondta, tavaly nem voltak rá kíváncsiak, akkor most se legyenek rá kíváncsiak. Én nem mondom részében, most se vagyok rá kíváncsi. Megnyerte a Bocska emlékversenyt. A magyar ökövásnak nem szimpátia alapján kell kialakuljon. A Szellő Imre nem tudott kijutni az olimpiára, pedig a képességei alapján. Tehát ő elment maszekolni a VSZ-ből engedély nélkül, az olaszokkal összejött. Ugye a Kecskemét versenyzőeként semmilyen engedélyt nem adtunk ki, és egy héttel a kvalifikációs torna előtt megjött, és olyan volt, mint a mosott nem tudom micsoda. Tehát le kellett 85-be boxolt, ugye nyilvánvaló, nem védeni akarom a dolgait, de 85-be boxolt ott a VSB-be, és 80-ig le kellett fogyni 4 kilót. Nem láttuk a felkészülését, nem tudtuk, hogy hogy él. Egyáltalán edze normálisan. Ott ki nyeregetett meccseket, örültünk neki. Most is örültünk a sikereinek, nyert a Bocskain, és azt mondta Laci, hogy ő megpróbálja még, mert ugye a Darbosnak billegett az eredménye, igen, kikapott az orosz pofonverte, benne van a pofon, de az kétszeres EB bronzérmes. A Szellő csak egyszeres, csak úgy magunk között, 10 év alatt egyszer tudod, de hát most mindegy a lényeg. A képesség alapján ott van a csapatban. Én erre mind elnök azt mondtam, én nem nagyon bízok benne, mert ő csak a pénzért boxol most már, hogy a VSB-be meg hogy a klubtól kapja a pénzt, meg ő tőlünk is várta, hogy még kapja évekig azt a pénzt, amit az EB érem után kell. Nem lehet. Olyan sportoló, aki nem példakép, sem a felkészülésben, sem az odaadásban, sem a hazájáért, a válogatottságért nem harcolnak, az nekem nem fontos, akármilyen színvonalú, és az Szellő Imre egy nagyon jó képes, hogy szenzációs boxoló, és cserbe hagyta a magyar színeket, nem most, már 2-3-4 éve ezelőtt. Tehát ő már nem úgy olyan életmódot folytatott, nem volt neki fontos a box, hanem a pénz. Ugye bejött neki a pekingi olimpia, kapott 8 millió forintot 2 meccsért, hogy is mondják, könnyen szerzett pénz, és azóta akaratban, meg egyebekben nem példakép. Nekünk viszont olyan emberek kellenek, akkor a Varga Miki, a Bacskai. Hát, ha ér rajtam múlik, biztos nem, de nem ér rajtam múlik. A szövetségi kapitány még így is bízik benne. Bár én még egyszer mondtam, hogy én nem bízom benne. De és benne. Ő meg ki lesz akkor ott az EB-n? Hát akkor vagy a Darmos, vagy a, hogy hívják, a Kálmán Attila, az a kettő jelölt, de ő nem nehézsúlyú a Szellő. Hát a Szellő csak fölment nehézsúlyú, hogy ott is a könnyűtöt választotta, nekem fogyasztania, ott ki 85 kilóba boxolt. Magyarország színei nem boxolt 81 kilóba. És mit mondjak erre? Megnyerte a versenyt, az eredményt nem kell megmagyarázni, az eredménytelenséget nem lehet. Hosszú éveken keresztül eredménytelen volt, fizettük, támogatta őt az egyesülete, minden, de ő volt az első például a Pekingben, hogy mikor kapja meg a pénzt. Tehát már telefonált össze-vissza, hogy neki gyorsan szüksége van a pénzre. Érdekes kis ember. Annak ellenére, hogy nagyon tehetséges, és egyik kedvencem volt, nekem kiesett a kosárba. Tehát én már nem bízok abba. Ő most már pénzt akar keresni, keressen, mi hagyjuk, de számítani rá, meg ráépíteni egy válogatottat, hogy mindig ráépítettük, hogy a Szellő, ez az, a KT, ezek az öregek majd hozzák a eredményt, hát egyszer hozott azt azóta se semmit. Tehát most mit tudunk erre beszélni? KT legalább hozott érmeket. Hát a KT 8 vagy 9 világversenyen volt érmes, és azért kétszer volt EB döntős. Egyszer leszakadt a szeme vezetésnél, másodszor Pekes volt, egy ponttal kikapott, hát azért az egy más
más kaliberű srác, de én az Imrét is nagyon szerettem. Egy nagy ötütő, nagyszerű boxoló, csak még egyszer mondom, az életmódja, a stílusa, most azt kell mondanom, hogy nem tartotta fontosnak a magyar színeket, ő a saját egyéni érdekeit tartotta szem előtt, meg tartsa most is, mert azért most 5 hetet kellett volna vállalni, mert még egy VSB meccs lesz. De ő ilyen hiúsági kérdést csinált abból, hogy a Laci nem hívta meg tavaly a válogatót. Miért hívta? Nem volt esemény. Nem volt esemény. Azt se tudtuk, hogy edzésben van, azt hallottuk, hogy nem jár edzésre. Tehát nem jó hírek jöttek róla, most sem jó hírek jöttek róla, és hát inkább, amikor fölmerült, hogy ugye beválogatja, én akkor is mondtam a szövetségi kapitánynak, egyetértek velem, én is ezt tenném, az magyar köves érdeke ez, de ne nagyon számíts rá. Jöttek ki a saját edzői, és mondták, Sanyi bácsi, megint magának lett igaza. Éreztem. A srácnak már nem mi vagyunk a fontosak, van ilyen. Csak akkor ne külső körülményekre hivatkozzon, meg sértettségre, meg egyebekre, hanem arra, ami miatt tulajdonképpen ilyen helyzetbe került. Igen. Nem hozta magát, súlycsoportot váltott, nem vagyunk mi kötelesek egyből őt berakni, hol van arról bizonyíték, hogy itthon megnyert egy versenyt, nagyon jó boxolt, örültünk, mindenki örült, senki nem volt ellendrukkel. Igen, Sanyibá, időnk lassan véget ér, viszont még arra kíváncsi lennék, hogy akkor az EB-re készülő magyar ökölvívó válogatott mennyire lesz egységes, vagy lesz benne egy-két foghíjas? Tehát mennyire tudjuk, hogy állunk most a kövívókkal? Én végigmegyek, ha kell, nem tudom, van ennyi idő rá, de ugye papírsúlyban van két tehetséges papír, három tehetséges gyerekünk, a Sárga Attila, az Ungvári és a Lakatos. Majd el fogja dönteni a szövetségi kapitány, hogy kivisz ki 52 kilóba, sajnos ezek közül egyik, vagy pedig a Kaluca, hogyha normálisan hozza a súlyát. 57 kilóban Nagy Krisztián ugye az egyes számú jelölt, ott van a Szőrös a kettes számú jelölt. Volt a Könnyű Robi, aki aztán valamilyen oknál fogva abbagyta a boxot, meg betegségei voltak. Könnyű súlyban megkérdőjelezhetetlen Varga Miki. Kisváltó súlyban az már érdekesebb dolog, ott van három hasonló képességű gyerek, utoljára a Vadász nyerte meg a magyar bajnokságot, ott van a Herceg, ott van a Nyéki. El fogják dönteni egymás között, hogy ki kerül oda. Ugye 69-ben egyértelműen a Bacskai, 75-ben egyértelmű a Harcsa, 81 kiló az is egy kicsit olyan, hogy is mondják, veszélyes üzem, ott vagy a Dél-Szabolcs, vagy szóval ott egy új embert kell kivigyünk, ugye itt lett volna a Szellő Imre, 91-ben ugye a Kálmán Attila és a Darmos maradt, úgyhogy a Szellő Arbe a súlyba se vállalta ezek szerint a szupernehezségben nagy bajba vagyunk, mert a Bernátnak trombozisa lett a lábán, és veszélyes volt az életére, és maradt a Buket Bence, aki hát remélem, hogy egyszer már, hogy is mondjam, az adottságait. Az örök ígéret? Örök ígéret, egyszer már kihozza magát. Kihozza? Tehát ez a csapat. Egy nagyszerű kis gárda. Ebből van 4-5 olyan versenyző, akitől elvárhatjuk, hogy jó szerepeljen, a többiek azok tollasodjanak, tapasztalat szerezzenek, őszre esetleg fejlődjenek a világbajnoksága, pontszerzésre alkalmasak. Sanyi bácsi, egy percünk maradt, egy rövid kérdés, azt mondták nekem, hogy kérdezzem meg, Erdei Zsolt fog-e még szerinted profiként boxolni? Hát én a helyében most már nem veresége hagynám abba, szerintem még fog, legalábbis én tegnap előtt beszéltem vele, nagyon nagy tűz van benne és elszántság. Én azt javasoltam neki, hogy egy-két meccset boxoljon, egy anyagiak miatt is, kettő a presztízse miatt is, és utána várjuk a magyar ökölvívásba, akarja csinálni az akadémiát, szakmaigazgatónak fölkértem, élhal a boxért, és egy nagyszerű ember, úgyhogy én azt hiszem, hogy boxnak még sok öröme lesz az Erdei Zsoltban. Úgy, mint versenyzőben is, és úgy is, mint mi sportvezetőben is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. További sportosat. A Dinosport Híradót támogatja a Nemzeti Sport.